Góranga! Még nincs annyira sötét, de fölkészültem. Szóval, egy nagyon érdekes kihívást kaptam egy nagyon jó barátomtól. Van egy könyv, amiben 365 napra 365 gondolat van, és a barátom ötlete nyomán minden nap felolvasunk ezekből egyet. Hát le van írva, tehát nekem ugye ez nyomtatásba jött át. Tehát ugye július 1-jével kezdünk, de mivel nem biztos, hogy minden nap tudok ezzel foglalkozni, ezért kicsit előre haladunk. Tehát felolvasom a gondolatot, vannak rövidebbek, vannak hosszabbak. Kiegészítem néhány én gondolatommal, és utána a kommentbe ti tovább fűzhetitek, vagy mindenki megírhatja azt, amit gondol, vagy érez ezzel kapcsolatosan. Ennek a sorozatnak nyilván 365 része lesz. Mondjuk, ha lesz olyan gondolat, amihez nem tudok mit hozzátenni, akkor nem tudom, mi lesz, akkor csak felolvasom, az kész. És legyen a neve a sorozatnak mindennapi gondolatok. Végülis napi gondolatok, de akkor legyen mindennapi gondolatok. Hát akkor majd úgy csinálom, hogy minden nap legyen. Nem biztos, hogy lesz, attól függ, hogy mi újság a Futrinka utcába. Szóval, első, azaz július 1-jei gondolat, elfogadás. Itt egy feladat. Ma hagyd, hogy valaki adjon neked valamit. Hagyd, hogy valaki tegyen valami szépet neked. Hagyd, hogy valaki mondjon egy bókot, vagy valami jót rólad. Hagyd, hogy segítsen valaki. Állj ide és fogadd el. Szívd magadba. Érezd át. Tudd, hogy értékes vagy és megérdemled. Ne mentegetőzz, ne mondj olyanokat, hogy ezt nem kellett volna. Ne legyen bűntudatod, ne félj, ne szégyeld magad, ne esj pánikba. És ne próbáld nyomban viszonozni a dolgot. Csak ennyit mondj. Köszönöm. Apró betűs rész. Ma megengedem magamnak, hogy kapjak valamit valakitől, és megengedem, hogy élvezzem ezt. Hát ez a július 1-jei gondolat. Mivel tudnám kiegészíteni? Hogy soha nem attól kapjuk vissza sem a jót, sem a rosszat, akinek azt adjuk. Soha. És én az egész világunkat nevezzük univerzumnak, teremtésnek, egy egységnek, egy egésznek érzem, egy olyan, mint egy üveggolyó, és az üveggolyón belül, ha te, már korábbi videóban, igazából most majd egy csomó ismétlés lesz, tehát aki már nézett tőlem videókat, ő ezeket már hallotta. De ezt csak úgy tudom neked elmondani, hogyha egy piros labdát dobsz, ding-ding-ding-ding-ding-ding, pattog abba a gömbbe, és visszaér hozzád, de piros gömb ér hozzád vissza. De ha te feketét dobsz, akkor is ding-ding-ding-ding-ding-ding, és azért hozzád vissza. Az én általam közvetített gondolatok megértéséhez szükség van egy szélesebb látómezőre. Azok a gondolatok, amiket én közvetítek, egy egyszeri életben, tehát csak most élünk, egyszer élünk, stb. Ebben jó részt nem értelmezhetőek. Tehát sem a karma törvénye, sem semmi. Tehát, hogy miért vannak különbségek ember és ember között leszületésben. Vagy például kutyák között. Tehát van két fész a kanárió keverék kutyám, az egyiknek ilyen a habitusa, a másiknak olyan. Két teljesen különböző személyiség. Miért? Ha csak föld, víz, tűz, levegő, éter, tehát ha csak anyag, akkor nem lenne különbség a személyiségben. De van. És visszautalok ugye a szabad akarat videómra, meg visszautalhatok egy csomó videómra,
amikor is levezetem azt, hogy először vágyni kell a jóra. Tehát legesleg először vágyni kell a jóra. Lehet, hogy még először nem megy, de vágy szinten meg kell, hogy jelenjen. Jót akarok tenni valakiért, vagy akár valamiért. Mert ugye a földet, vagy a növényeket, azt általában valamizzük, függetlenül attól, hogy a Bumi Dévi, tehát földanya is élő. De most ebben már nem megyünk bele tényleg. Szóval, ha vágy szinten megjelenik azt a gondolat, hogy tenni másokért, azt előbb-utóbb szavak követik. Tehát már megnyilvánul bennünk a szándék, például egy jó kívánsággal, egy kedves üdvözléssel, egy köszönömmel, és a szót követi a tett. Megnyilvánulnak a jó tettek. Ne legyél csalódott, ha te jókat teszel most mindenkivel, de csak rosszat kapsz. Mert ugye a Srila Prabhupád magyarázata, hogy van a ventilátor, pörög, mint a állat. Kihúzod a konnektorból, tehát már megszűnik az utánpótlás az energiának, de egy bizonyos ideig még pörög a ventilátor. És hogyha a múltban, és nem csak ebben az életedben, de ha csak ezt az életet nézzük is, gondolom, előfordult, hogy nem megfelelően viselkedtél, nem megfelelően gondolkodtál másokról, nem megfelelően szólítottál meg másokat, akkor ez az a bizonyos ventilátor azért még kipörgeti magából ezeket a rossz visszahatásokat, de ha el sem kezdesz jónak lenni, akkor hogyan várhatnál viszonzásként jót? Szóval a július 1-i első gondolatunk, nagyon szívesen felolvasom még egyszer, és ebből majd kiemelek egy részt. Tehát itt egy feladat. Ma hajt, hogy valaki adjon neked valamit. Hajt, hogy valaki tegyen valami szépet neked. Hajt, hogy valaki mondjon egy bókot, vagy valami jót rólad. Hajt, hogy segítsen valaki. Állj ide és fogadd el. Szívd magadba, érezd át. Tudd, hogy értékes vagy, és megérdemled. Ne mentegetőzz, ne mondj olyanokat, hogy ezt nem kellett volna. Ne legyen bűntudatod, ne félj, ne szégyeld magad, ne esj pánikba. És ne próbáld nyomban viszonozni a dolgot. Csak ennyit mondj. Köszönöm. Hamarosan a július 2-ai gondolattal fogjuk folytatni. Ki tudja, mi a legjobb? Ez a kérdés. Így hangzik a gondolatnak a címe. Remélem örömetekre szolgál majd ez a kis videósorozat, és természetesen várok minden észrevételt ezzel kapcsolatosan. Igen, lehet kritizálni, lehet, mindent lehet. Tégy szabadon, amit szeretnél. Vélekedj szabadon, ahogy szeretnél. Legyél tapintatos vagy tapintatlan, ahogy szeretnéd. Közben figyeld magad, hogy milyen energiák szabadulnak fel benned, ha pozitívan gondolkodsz, és ha negatívan. Rád milyen hatást gyakorolnak a saját gondolataid. És az még csak a gondolat. Utána nyilvánulj meg, jól, rosszul, kedvezően, kedvezőtlenül, pozitívan, negatívan. Örömet szerezve, vagy megpróbálni, fájdalmat okozva. És utána figyeld az életed alakulását. Tehát, ha most tudatosan megpróbálsz, nem kell egyébként nyilatkoznod, csupán gondolkoznod, csupán megértened, és vágyni arra, hogy neked jobb legyen, első lépésként ezért annyit kell tenni, hogy
pozitíven gondolni másokra, pozitíven gondolkodni másokról, és ha lehetőséged van rá, pozitívan megnyilvánulni. Nem felém, most nehogy elkezdjetek nekem semmi, nem. Dicsérd meg a feleséged frizuráját, a gyermeked bármilyen képességét, biztos van. A szüleid fiatalosságát, a szomszédod kutyáját, vagy a kertjét. Kezdjél el pozitívan gondolkodni, és megnyilvánulni a téged körülvevő közvetlen környezetben és a világban. És meglásd, hogy jobbá lesz minden. Om Tat Szat, Hare Krishna, Hari Hari Bol.